Ó, égi fény! Te, kit a földi gondok és földi fogalmak soha föl nem nyernek. Te dicsődé az ad, melyet mondok. Sok szeretettel. Egy kisfiúról szól, aki találkozni akart az Istennel. Meghallgatjátok? Igen! Szuper! Volt egyszer egy kisfiú, aki feltétlenül találkozni akart az Istennel. Tisztában volt azzal, hogy az Istenhez vezető út nagyon hosszú, ezért az összes felelhető dobozos kólát és csokoládét bepakolt a hátizsákjába, és elindult. Addig futott, amíg egy parkhoz nem ért, ahol megpillantott egy öreg nénit. A néni egy padon ült, és a galambokat nézte, akik táplálék után kutattak a földön. A kisfiú leült a néni mellé a padra. Kinyitotta a hátizsákját, és már éppen ki akart venni egy doboz kólát, amikor arra gondolt, hogy a néni biztos nagyon éhes lehet. Ekkor fogott egy csokoládét, és odaadta a néninek. A néni hálásan elfogadta az édességet, és a fiúra mosolygott. Csodálatos volt a mosolya. Kisfiú még egyszer látni akarta a mosolyt, ezért kólával is megkínálta a nénit. A
aki újra rámosolygott, talán még sugárzóbban, mint előtte. A kisfiú majdnem kiugrott a bőréből. Egész délután a parkban maradtak, csokit ettek, kólát ittak. De egy szót sem szóltak egymáshoz. Amikor besötétedett, a kisfiú elálmosodott, és úgy döntött, hazamegy. Már ment néhány lépést, amikor megállt, és visszafordult. Visszasétált a nénihez, és átölelte. A néni legszebb mosolyával ajándékozta meg. Amikor a fiú hazaért, édesanyja különös mosolyt látott az arcán, és megkérdezte, mi jó történt ma veled, hogy ilyen boldog vagy? A kisfiú így válaszolt. Isten elevédettem, akinek csodálatos a mosolya. Amikor az idős néni hazaért, fia már az ajtóban várt rá. Amikor megkérdezte, miért mosolyog, a néni így válaszolt. Isten elevédette, aki sokkal fiatalabb, mint amilyennek gondoltam. Itt a vége.
szomorkában megnézem a csillogást gyerekek és a felnőttek szemében, és azon gondolkozom, vajon kinek mit jelentett a karácsony. Vajon bennetek is megidéződik-e a karácsony varázsa, a szeretet ünnepe, a gyertya csillogása, maga az ünnep. Várakozással, hogy mit hoz nekünk ez a mai találkozás. A műsorunk kezdetén csodálatos fülünknek csilingelő dalokat hallgathattunk, verset hozták hozzánk közelebb az ünnepet, majd Zsuzsa néni története is elgondolkoztathatott bennünket a szeretetről. Nagy örömmel gondolok vissza az előző évek műsoraira, karácsonyaira, amikor iskolánk szintében, az aulában összeülve, és a közösség ünnepe és örömére töltekezve mehetünk haza. Hiszen mindig szívünk jóságába jövünk ide össze, és szeretetünk mindannyiunk örömére. A szív jósága olyan, mint a tenger meleke, életet ad. Csak a jóság, a szeretet maradandó. Olyan akár a forrás, minél többet merített belőle, annál jobban mozog. Olyan források ezek a szép együttlétek is, amelyeknek jóságából, szépségéből töltekezve továbbadhatjuk a jót, a szeretettel teli érzéseket, gondolatokat innen hazatérve. Az év legszebb napja előtt állunk, amely egyformán fontos minden korosztálynak, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Más jelent a gyerekeknek, mást a felnőtteknek, és mást az idős embereknek. Míg gyermekkorban a szemek sarkában a csillogás általában akkor jelenik meg, amikor kedvenc játékotokat meglátjátok, addig a felnőtt emberek számára a család közelsége, az együttlét a fontos. Átértékelődnek az évekkel a dolgok. Az idős korosztály talán jobban az emlékekből él, többet gondol a múltra, a megtörtént dolgokra. Ez így van jól, hiszen ők már megtapasztalásukját átjutottak. Ti kisiskolások, most gyűjtitek a tapasztalatokat, amelynek legjobb kintere az iskola. Mindannyiunk életében közös az ünnepüzenete, a szeretet, a gondoskodás, az egymásra figyelés, a varázslat, a meglepetés. A megszokottól eltérő odafordulás embertársaink felé, amely az élet szürke napjait egy kicsit ünnepélyessé varázsolhatjuk. Gondoljuk végig vissza az előző évünkbe, napunkra, vagy akár csak a mai napra. Tudunk valakinek mosolyt varázsolni az arcára? Vigasztalni? Erőt adni? Bíztatni? Járunk egy gyermekeink előtt jó példával. Megvolt a mai jó cselekedetünk. Adtunk-e hálát a sok jóért, ami jelen van az életünkben, és megtanítjuk erre a gyerekeinket arra, hogy milyen elégedetnek lenni. És vajon eszünkbe jut-e, hogy nem mindenkinek van ez így? Eszünkbe jut-e, hogy van, aki egész évben nélkülözni kényszeren, és ilyenkor sem bővelkedik? Eszünkbe jut-e, hogy mennyi erő és hit kell minden napok túléléséhez? Eszünkbe kell jutni, és segítenünk kell. Mindenkinek a maga eszközeivel, a maga meglátása szerint. Néha egy mosolyjal, egy tettel, vagy egy kézfogással. Az idős emberek nagyon szeretik a gyerekeket, benneteket. Hiszen amikor rátok néznek, saját fiatalságot jut eszükbe. Nagyon szeressétek őket. Egy mosolyjal, kedves szóval, figyelmességgel. Egy francia filozófus ezt írta egyszer. Tanuljunk meg vágyakozni azután, ami a miénk. Örüljünk hát a közösen a jó dolgoknak, ami jelen van az életükben. Csodáljátok a szép fenyőfát, amely a tiétek, törődjetek a szép énekekkel, töltődjetek a szép énekekkel, versekkel. Éljétek át a most következő műsort úgy, mintha ti lennétek a szereplők. Fogalmazzátok meg magatokban gondolatokat, hogy hogyan szereztettek meglepetés szüleiteknek, nagyszüleiteknek. Éljétek át közösen a karácsony üzenetét a szűk és a távoli családotokban és az ismerős körökben egyaránt. Hiszem, vallom és tudom, hogy Gárdonyi Géza szavai mennyire igazak. Bármely titokban is cselekszel jót, virága évek múlva a fejekre tudok áll. Áldott karácsony ünnepeket,
és eredményben gondolom boldog új értelmét kívánok mindenkinek a 2023-as évben. Ül a tél a hegy tetején, fehér húsva van a fején, a hátán meg fehér suba, készülődik a faluba. Támasztani fölkelsőlet, fehér terveket szöveget, szórja mindig, hogy elhalad, két marokkal a friss havat. Fehéredik a domb és lapár, olykor-olykor a tél megáll. Gondos gazdaként szétszekint, aztán munkába fog megint, ahol kilátszik a vetést, betudja egy marokkal, és mire a mi falunkba ér, mögötte már minden fehér. Egy kicsit még tipek topok, befagyasztja a patakot. Lepihán, és a fürkület csöngyében füstre teleget. Szálljatok le! Fényű csendő, csillog, rindó felhő ádor. Fény és tiszta
hideg az éjjel. Keressünk szállást magunknak, nézzünk kicsit széllyel. Hol készítsek szent fiamnak puha meg lágyat, vagy talán az ember között szállást nem talál? Van egy barlang, nem ismersz el, itt a város mellett. Magunk fajta szegény ember ott is megpihenhet. Menjünk, József, jó lesz nekünk az istálló melege. Fáradtan váltan elindulnak, szemük a sötétben, hajlék után tört. Jaj, nehéz dolgok lesz, a pusztában nem laknak emberek, nincsenek itt házak. Azaz mégis laknak puszta pásztor népek, neki munkájunkból épp. Okos beszéd, annyit jártunk, majd letörik már a lábunk. Jó, hogy este van már, olyan fáradt vagyok, nyugszik a nyár, megfeleltünk mi is már. Puha párna lesz a zsombék takarónk, a csillagos ég. Lefekszem, lop! Én is csak hát, adjon Isten jó éjszakát. Az imádság után szépen lefinálták, békésre tanszták a pásztalánterek. Szent a pusztában csend van, pihál minden. A szélsebb minden. Nem hallik semmi lesz kéne sötét éjben, halványan is lábbal pásztor tüzet fénye. Nézzétek, társaim, talán már itt vagyunk, a hely fölött megállt vezérlő csillagunk. Azám, de itt nincs más, csak egy istáló.
királyhoz ez a hely, semmi kép sem való. És az istállóban egy kisgyermek van, csak akit édesanyja karjában ringat. Igaz, kisgyermek volna, én hiszem, tudom, nem hiába jöttünk hosszú nehéz úton keresztül, megtaláltuk, akit után vágytunk, ez a kicsi gyermek, ami nagy királyunk. Kézzel elkopogtatnak, a királyok már itt vannak. Kik vagytok, ti mit kerestek itt? A napkeleti bölcsek vagyunk, a megváltót keressük. Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk, három király mi vagyunk. Lángos csilla lány felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis Jócska mondta, biztos, itt lakik a Jézus Krisztus. Menj hát király a nevem, segíts édes Istenem! Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vénpapok, úgy hallottunk megszülettél, szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösség itt égi ország. Gáspár volnék a féle, földi király személye. Adjon Isten megváltó, megváltó! Jöttünk meleg országból, földkolbászunk még elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, de miért? Egész vasfazékkal. Én vagyok a boldizsár, aki a szerecsen király. Pirul, pirul, Mária, Mária, boldogságos kismama, hulló könnyes záporán át, alig látta Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál, meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok! Thank you.